Sziasztok! A mai videóban engem nem nagyon fogtok látni, viszont a sminkes komódomat igen, ugyanis ma megmutatom nektek, hogy én hol és hogyan tárolom a sminkjeimet, illetve magát a smink kollekciómat is megnézhetitek nagyjából, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! A komód, amiben a sminkeket tárolom, valószínűleg többetek számára ismerős, ugyanis a YouTube-on elég sokaknál felbukkan. Ez az Alex komód, amit az IKEA-ban lehet kapni. Ennek összesen 9 fiókja van, 4 mélyebb alul, illetve 5 kisebb fiók felül. És hát tudom, hogy nem túl dekoratív, de Lili miatt muszáj voltunk ilyen fiókzárakkal lezárni az alsó fiókokat, mert hogy meglátta, hogy ilyen nagyon szép színes dolgok vannak ebben a komódban, úgyhogy el kell zárnunk tőle a sminkeket. Itt a komód tetején most egy csomó olyan dolgot látok, ami egyébként nem szokott itt lenni, ugyanis ez a sminkes komód a nappaliban van, és a kanapénk van mellette, aminek a karfájára, hogyha felmászik Lili, akkor remekül elér mindent, amit a komód tetején van. Úgyhogy ezeket a dolgokat itt a szekrényen, a polcon szoktam egyébként tárolni. Az éjjeli lámpa az mindig itt van, de a többi az nem szokott itt lenni a komód tetején, de azért nézzük, hogy mik ezek. Egyrészt van itt egy kétoldalú tükör, ez az IKEA-ból van, ennek az egyik fele nagyítós. Aztán van itt két ilyen IKEA-s mécses tartó vagy kaspó, az egyikben szájfények vannak, van benne Maybelline, NYX, Art Deco, L'Oréal, mindenféle márkák vegyesen, ez Rimmel. Ebben a tartóban pedig azok az ecsetek vannak, amiket viszonylag gyakran használok. Előtte pedig van 3 darab műanyag rúzstartó, ebben egyenként 9 darab rúzs fér el. Ezt a DM-ben lehet egyébként kapni, ha jól emlékszem, ilyen 1500 forint körül van, és ezekben vannak a rúzsaim nagy része, még itt a felső fiókban van talán 1-2, de a nagy részük az itt van. Van itt például NYX, Pupa, Art Deco, Smashbox, Max Factor, Decoderm, ez egy Makeup Studio, Clinique, aztán Essence, L'Oréal, Milani, ezek itt hátul Rimmel rúzsok, itt pedig Love Cosmetics, ezek avonos rúzsok, itt van 3 Catrice rúzs, ez a hátsó 3 pedig Guerlain. A legfelső fiókban is ajakra való termékek vannak. Itt ebben a dobozban ajakkontúr ceruzák, illetve ilyen folyékony ajakkrémek, mat ajakrúzsok, illetve rúzszeruzák vannak vegyesen. Aztán itt van néhány pupa termék, pupa rúzsok, pupa folyékony ajakkrémek, illetve szájfények. Ebben a dobozban itt egy MAC szájfényszet van, és ebben a dobozban pedig ajakápolók vannak, illetve néhány szájfény. A második fiókban szemsminkek találhatók. Itt ezen az oldalon főleg szempillaspirálok vannak mindenféle márkától, Makeup Studio, Pupa, MAC, Revlon, mindenféle vegyesen, illetve itt van egy NYX szemhéjalap is. Aztán itt tárolom a szempillagöndörítőt, valamint itt van néhány Pupa monoszemhéj púder, illetve egy Kiko és egy Ahon szemfesték. Aztán van itt ez a műanyag tároló, ami egyébként eredetileg egy IKEA-s evőeszköztartó, csak én szétvágtam, úgyhogy tulajdonképpen így megfelel a célnak. Ebben a részben vannak a szemceruzák, illetve különböző szemfestéktiftek, illetve itt van még egy MAC pigment is, és két hegyező. Aztán itt középen krémes szemfestékek vannak, MAC Paint Pot, Maybelline Color Tattoo, illetve Pupa és Sigma krémes szemfestékek. Itt a bal oldalon pedig kizárólag monoszemhéj púderek vannak. Ezek itt Milani monoszemhéj púderek, ez itt két Kiko, és azok pedig ott gyakorlatilag mind L'Oréal Infallible szemfestékek. A harmadik fiókban tárolom a kisebb-nagyobb szemfesték palettákat. Van itt például egy ilyen Laura Geller lemondogó utazó paletta, aztán egy MAC 9-es szemhéj púder paletta, vannak itt The Body Shop paletták is, aztán Max Factor, itt van egy ilyen MAC szemhéjpúder duó, ez is egy The Body Shop, Maybelline paletta, Sleek, itt vannak a Naked paletták az Urban Decay-től, aztán van itt Pupa, itt oldalt vannak a Zoeva paletták, itt van egy ilyen pici Bare Minerals paletta,
És van itt még hátul egy ilyen Z paletta, talán hallottatok már róla. Ez egy mágneses paletta, tehát mágnessel tapadnak bele a szemhéjpúderek, úgyhogy én néhány monoszemhéjpúderemet így szétszedtem és beletettem ebbe a palettába. Illetve hátul van néhány palettának a doboza, mert hogy nekem megvan az a fura szokásom, hogy meg szoktam tartani a sminkjeimnek a csomagolását, ami csak azért egy rossz szokás szerintem, mert elég sok helyet foglalnak. A negyedik fiókban vannak a pirosítók, highlighterek, illetve bronzosítók. Itt is van egy ilyen műanyag tároló. Itt az első részében vannak a pirosítók, itt van itt Catrice pirosító paletta, aztán L'Oreal pirosító, Essence, Milani, van megpirosító is, ez itt egy Essence limitált, Revlon, ez egy Milani megint csak, Pupa, és akkor itt vannak a highlighterek, ezek itt L'Oreal True Match krémes highlighterek, itt van egy Clinique, illetve egy Maybelline ilyen stiftes highlighter, ez egy Laura Geller mini highlighter, Catrice, itt van belőle egy Pupa, van egy Body Shop bronzosító, Sleek Face Contour Kit, ez egy Catrice krémes kontúrozó paletta, ez a Rimmel triója, illetve egy Pupa ilyen kontúr paletta. Oldalt van még a The Balm-nak a The Manizer Sisters 3-as arcpalettája, egy Michael Kors pirosító, illetve egy Bobbi Brown Shimmer Brick. Az ötödik fiók egy picit már kaotikusabb, itt elég sok minden van, ebben vannak az alapozók, korrektorok, púderek, illetve különböző arcvermetek. Itt elő ebben a dobozkában vannak az alapozók, L'Oreal True Match, L'Oreal Infallible Matte, Rimmel BB krém, Essence alapozó, Maybelline Affini Matte, Revlon Color Stay, Estée Lauder Double Wear, ez a Clinique Super Balanced, illetve ez pedig egy Catrice HD Liquid Coverage. Itt oldalt vannak a korrektorok, különböző kiszerelésűek, de főleg ilyen applikátoros korrektorok. Aztán van még itt egy Max Factor Miracle Touch alapozó, ez itt egy Love Cosmetics korrektor paletta, illetve egy Catrice ilyen tékelyes korrektor. Belül nem igazán látszik szerintem, de itt van néhány púder, illetve itt vannak hátrébb a primerek. Aztán van itt például egy ilyen Body Shop Honey Bronze ilyen bronzosító cseppek. Ez egy Vagaggi ilyen fényt adó sminkalap. És akkor itt vannak az arcpermetek, NYX, MAC Fix Plus, L'Occitane, illetve L'Oreal Infallible. Az alsó négy fiókban már tényleg elég nagy káosz van. Ebben itt ilyen mindenféle sminkeszközöket tárolok, például ebben a Necessaire-ben ecseteket, olyanokat, amiket ritkábban szoktam használni, de itt van például ez a kis ecsettisztító dolog, itt van a szappan, amivel szoktam tisztítani az ecseteimet, aztán sebbenzin, illetve olyan parfümök, amiket ritkábban használok, valamint itt is van egy csomó ilyen sminkdoboz a fiók hátsó részében. A hetedik fiókban tárolom a körömlakkokat, illetve mindenféle körmös cuccokat. Itt van például az Izana mandulás körömlaklemosó, ez a kedvencem, ezt használom már elég régóta, illetve körömlakkok mindenféle márkától, van Essie, vannak Picture Polish lakkok, Pupa körömlakkok, van elég sok Essence körömlak, Catrice, Astor, Revlon, van néhány Kiko lak is, illetve itt oldalt tárolom az alap, illetve fedőlakkokat. Az alsó két fiókban haj, illetve bőrápoló kozmetikumokat tárolok, főleg olyanokat, amit tesztelésre érkeztek. Ebben a fiókban vannak az arc- és testápolók. Én úgy szoktam csinálni, hogyha jön valami tesztelésre, akkor megnézem, hogy egyáltalán szóba jöhet-e az én bőrtípusomnál, hogyha nem, akkor továbbadom. Hogyha igen, de éppen van hasonló termék használatban, akkor berakom ebbe a fiókba, és hogyha mondjuk elfogy a, nem tudom, sminklemosom vagy testápolom, akkor ide jövök ez a fiókhoz, megnézem, hogy van-e benne valami, amit tudok használni, és hogyha igen, akkor csak ki kell innen bennem, és nem kell újat vásárolnom.
Itt is elég vegyes a felhozatal, van elég sok sminklemosó, például az Artistry-től, aztán van míve a kétfázisú szemfestéklemosó, ez egy L'Oréal ilyen teljes géles sminkeltávolító, Yves Rocher kétfázisú sminklemosó, aztán van itt egy ilyen mádara arcápoló szett, ezek itt pupa arcápoló krémek, de vannak testápolók is, például ez az AA Ethnic Beauty testápoló balzsam, vagy éppen Inecto orgánus testápoló, vagy a Dove-nak ez az önbarnítós testápolója. És végül itt a legalsó fiókban kizárólag hajápoló termékek vannak, ezek is főleg tesztelésre érkeztek, úgyhogy vegyesen van mindenféle márka, Avon, Kerasztáz, ez az MV-nek a hajápolási márkája, a Setinik, aztán ez egy Avon hajfényspré, Avon száraz sampon, ott van egy Dove sampon, illetve balzsam, ezek alatt egy Pantene sampon, illetve balzsam, aztán itt hátul vannak száraz samponok, például a Matrix-tól, illetve a Tony & Guy-tól, az ott egy Ossi hajlak, ezek itt Schwarzkopf Professional ilyen nyári hajápoló termékek, illetve van még itt Vitaker balzsam, két ilyen L'Occitane mini sampon, illetve balzsam, és egy orofluidó, azt hiszem ez is hajolaj vagy hajszéró. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!